Tompánál jelentkezett belépésre március 16-án Belgrádból Dortmundba tartó autóbusz utasaként egy szerb állampolgárságú férfi. A pénzügyőrök a járműben utazók nyilatkoztatását követően a podgyászok szigorított ellenőrzése mellett döntöttek, amelynek során a szerb utas ülése alatt egy kékszínű sporttáskából 1 kg marihuána került elő. A vámosok a közel 2 millió forint értékű kábítószert lefoglalták. A szerb férfi ellen annak őrizetbe vétele mellett visszaélés kábítószerrel bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt feljelentést tettek. A meghallgatáson az utas a vallomásában elismerte, hogy a csomagot a benne lévő kábítószerrel együtt Hollandiába kívánta eljuttatni.